Egy kis újszállási férfi leparkolt a lakóháza előtt, és műszaki hiba miatt benne hagyta gépkocsiában az indító kulcsot. Amikor visszatért a járműhöz, annak már csak a hűlt helyét találta. A bejelentés követően a rendőrök azonnal kamerafelvételeket elemeztek, adatot gyűjtöttek. Időközben anyagi káros balesetről érkezett bejelentés kisújszállásra, ugyanis a kérdéses autóval egy betonoszlopnak ütközött a sofőrje, aki elszaladt a helyszínről. A fiatalt elfogták, előállították az egyenruhások, és jármű önkényes elvétele büntet miatt hallgathatták ki. Beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy kézifékkel fékezett egy kanyarban, ezért csúszott nagy sebességgel a villanyoszlopnak.